Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a világ minden tájáról részvevőket. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH igazgató. A mai képzés két részből fog állni, egy díjmentes ember és életjobbító előadás, majd a jelen havi témánkkal folytatjuk az elnyomásfeloldó coach képzéssel, így a szünetekkel egy, szünettel együtt kb. 3 és 4 órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól, nemtől függetlenül. Eredendően a PPL-ti foglalkozásom vasesztergályos volt. Állandóan kamionsofőr akartam lenni, anyukám mondta, hogy nem mehetek sofőrnek, amíg nincs egy szakmám. Hát ez lett ez a nagyon sikeres szakma, amiben fél évet dolgoztam. Aztán egy csomó terrautóztam, meg még kipróbáltam egy csomó mindent. Ettől a feleségem nem volt olyan nyugodt. Ez tartott olyan 10-20 évig, míg nem spirituális útra tévedtünk, így lehet mondani. Nagyon érdekelt minden, ami elérhető volt Magyarországon. Sok mindent kipróbáltam, többet is, mint ami jól esik az embernek. És egyszer csak odaértem, hogy mondtam a feleségemnek, hogy nem megyünk tovább. Elég volt, mert a könyökömön jön ki az egész, és akkor találtuk meg Szedlacsik Miklóst. Interneten, egy hirdetés alapján beregisztráltam a weboldalra. Ez 7 évvel ezelőtt volt, elkezdtük a képzést, és így 7 év után már a PPA tanuló csapatszervezés a fő tevékenységünk. Gyulán élek, családi helyzetem mellettem áll a feleségem, és van egy kislányunk. Te kezd rajta kicsit. És hogyha még jobban belegondolok, mit lehetne erről mondani, akkor én elmondtam mindent, te jössz. Mint egy pár mellett mondta, Gyulán élünk házasságban. Nekem eredendő civil foglalkozásom, kereskedelmit végeztem. Aztán, mint egy párom elmondta, hogy nagyon sokféle felé elmentünk, keresgéltünk, hogy boldogan éljünk, ha már itt vagyunk ezen a földön. És aztán én is 4 hónapra rá csatlakoztam a PPA-hoz, ez már most már 7 éve, hogy mi itt tanulunk, aminek nagyon örülök, mert azóta egyre boldogabb a házasságunk, egyre boldogabb az életünk. Itt olyan dolgokat, tanítást, tudást, módszereket kapunk, ami be tudjuk építeni az életünkben, és használható tudás. Akkor olyan dolgokat is kapunk, ami tényleg, hogy működik nem csak az ember és az élet, hanem a világ, hisz nekünk egy olyan mesterünk van, Szeretség Miklós, aki hatalmas tapasztalata van neki, és tudása. Hát most így első körben. Főképp abban, hogy mit kell mondani az embereknek, hogyha valami problémájuk van, és azt hogy kell megoldani abban. Ez egy óriási dolog. Ilyet mi nem tapasztaltunk sehol máshol, hogy oda mentünk bármilyen kérdéssel, és kapunk rá választ Szedlacsik Miklóstól, és használható, amit mond. Nem kicsit használható, nagyon használható. Meg nekem még, ami nagyon-nagyon-nagyon megfogott, én ezt mindig el szoktam mondani, talán azért is, mert mindig vannak új emberek, akik hallgatják az első részt. Nekem nagyon fontos volt, hogy a Szedlacsik Miklós, amit tanít, ő úgy él. Ez nagyon fontos, mert mi voltunk nagyon sokféle helyen, nagyon sok jó tanító volt, de nekem voltak néha benne, úgy éreztem, hogy amit buktató volt számomra. Nekem nagyon fontos, hogy ő egy etikus ember. Etikát nem is tanít más. Azt hiszem. Igen, ezt is mondhatjuk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. A vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres és boldog személyekké váljanak. A vezetőnk az egyetlen olyan személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. És arról is, hogy az embereknek hogy kéne odáig eljutni.
Mert sokszor hallgattunk olyan előadásokat, ha megfigyeled, hogy azt mondják, hogy hát az emberiségnek ide kéne érni. De azt átugorják, hogy hát hogy fogunk odaérni. Hát majd ezt csinál, csináltok ezt meg azt, és akkor jó lesz. Hát abból aztán nem hiszem, hogy sokan eljutnak A-ból B-be. A vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy én is tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Miért tanultok itt? Van, aki már rövidebb ideje, van, aki, vagy még rövidebb ideje, van, aki már hosszabb ideje. Miért tanultak itt? Kevésbé legyünk tudatlanok. Nagyon tudatossá váljunk. Segítessünk máshol. Tudatossá váljatok? Ettől boldogabbak legyünk, és átadhassuk másoknak. Aha. Jobban itt vagyunk. Meg jobbat nem találtatok? Na most ugye megkérdezném azt, hogy vajon akik embereket képeznek, tehát felnőtt embereket, bármire mondjuk, nem egy szakmára, tehát bár akár lehet, hogy kód szakmára, akkor vajon miért csinálja az a tanító? Pénzért csinálja? Aha. És mennyiért csinálják olyan ezeket a képzéseket? Több százezer. Tehát ugye akár olyan képzéseket is kereshetsz, amire lehet, hogy a vagyonod nem elég. Tehát én már hallottam olyat, hogy az önfejlesztéséért gyakorlatilag eladta a teljes vagyonát. Aztán mégse sokat változott az illető. Tehát nagyon érdekes, mert mindig ez a kulcs, hogy vajon aki képezi az embereket, miért csinálja? Tehát ugye akkor nézzük meg, hogy én miért csinálom. Tehát eleve nekem ugye már kezdetektől szimpatikus volt az, hogy valami olyat nyújtani az embereknek, amire az embereknek szükségük van. De hát nem ezért csinálom azt, amit most csinálok. De így kezdődött az egész, hogy olyat nyújtani az embereknek, így kezdődött 32 évvel ezelőtt, hogy olyat nyújtani az embereknek, amire az embereknek szükségük van. És odáig alakultak a dolgok, egyszer csak kaptam egy ilyen álmot vagy látomást, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lennie. És hogy a szervezetem, és akkor ugye sokkal kisebb szervezetem volt, meg ugye én saját magam, alkalmas lennék erre, illetve alkalmas lenne a szervezet is, és hogy vállalnám ezt, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Mit jelent az aranykor? Egy olyan társadalmi forma, amit ugye egyetlen ember se élt meg, még ugye ebbe a bőrében, és egy olyan társadalmi forma, ami, ahol nincsenek elnyomók, ahol az ember töretlenül tud fejlődni. Mert ugye azért fejlődik az ember a képzések ellenére nehezen, mert közben elnyomásokat kap. És ha az ember elnyomásokat kap, akkor addig, ameddig az elnyomás hatása alatt áll, hát addig gyakorlatilag nem tudja használni a tudását. Miért? Mert elfelejti. És hát lényeg az, hogy ugye egy olyan társadalmi formában lehetne töretlen a fejlődés,
ahol az ember nem kap elnyomást. Gondoljátok végig, ezt régen úgy csinálták, hogy vagy valaki elvonult kolostorba, ahol nem kapott elnyomást, vagy elment remetének, ahol nem kapott elnyomást. Tehát a társadalomban ezt az emberek nem tudták megcsinálni. Tehát nem tudták azt megcsinálni, hogy töretlenül fejlődjenek. De miért kellene töretlenül fejlődnie az embernek? Hát mert, ha tetszik, ha nem, a bolygónk az egy kísérleti telep, szó szerint. És ez a bolygó arra lett létrehozva, hogy az emberek egy kísérletet csináljanak végig. Hogy olyan lényé fejlődjenek, a lelkük az embereknek olyanná fejlődjön, hogy feltétel nélküli szeretetre képes, és abban a társadalmi formában, amiből jött maga az emberi lélek, oda-vissza kerülve ne okozzon gondot és problémát abban a társadalomban. Na most ahhoz, hogy az a lélek ne okozzon problémát egy társadalomban, ahhoz hát nagyon jól kell alkalmazni az etikát. Egy, kettő, nagyon jól kell tudnia azt, hogy mi a különbség a jó és a rossz között, és a jó és a rossz különböző fokozatai között. És ne akarjon olyat tenni, ami mondjuk az etika szabályaival ellentétes, de ahhoz, hogy az ember úgy cselekedjen, hogy az etikai szabályainak megfelelően cselekedjen, ahhoz az kell, hogy pontosan tudja, hogy mi a különbség a helyes és a helytelen, illetve a helyes és a helytelen különböző fokozatai között. Na most, ha a lélek csak úgy fejlődik az univerzumban, és nem egy kontrollált módon fejlődik, tehát most gondolja saját gyerekedre, ha a gyereked nevelését, tehát születésénél fogva nem kontrollálnád, akkor vajon mivé válna a gyereked, mire felnő? Tehát hogyha nem kapnak kontrollt, vajon mivé válna? Gondold végig. Hát hogy nem lenne etikus, az hold biztos, mert ez úgy működik, ugye, hogy az emberi lényeket érik külső hatások, és a külső hatások hatnak rá, és azok a külső hatások negatívak, akkor az illetőt nem teszi pozitívvá az a külső hatás. Tehát egy negatív külső hatás az embert negatívvá teszi, és nem pozitívvá. Tehát ezért ugye azt csinálták régen, hogyha azt akarták, hogy ne kerüljön egy ember negatív hatás alá, akkor elvitték a szüleitől, és olyan tanítók tanították azt a gyereket, akik figyeltek arra, hogy a gyerek ne kapjon negatív hatást. Na most igen ám, de egy olyan társadalomban él az ember, ahol hát elég sok elnyomó van, gyakorlatilag minden ötödik ember a bolygón. Ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb egy ember, ha nem akarja, akkor is találkozik egy elnyomóval. És annak mi lesz a következménye? Az, hogy elnyomást kap. És az elnyomásnak meg az lesz a következménye, hogy az illető egy olyan fajta élethelyzetet él meg, aminek a negatív következménye nem csak akkor hat rá, amikor az esemény létrejött, hanem a későbbiek során is, bármikor,
amikor hasonlít az a helyzet ahhoz, amikor az elnyomás történt. Na most ezek miatt az ember, illetve maga a lélek, az hát eléggé úgy működik, hogyha megnézitek, hogy hát nem az emberek, nem az etika bajnokai. Tehát egyáltalán nem. És odafönt pedig ez úgy működik, ahonnan jöttünk, mint lélek, a fenti társadalmi formából, ott úgy működik, hogy nem cselekedhetsz úgy, hogy nem tudod annak, mi lesz a következménye. És csak úgy cselekedhetsz, hogy az az etika szabályainak megfeleljen. Tehát az etikának vannak szabályai, most nem fogom elmondani, majd aki a képzésen részt vesz, az hall ilyen képzéseket. Szóval a lényeg az, hogy ha egy lény nincs kontroll alatt, tehát egy értelmes lény nincs kontroll alatt, méghozzá egy olyan lénytől, aki tudja az etika szabályait, akkor ki van csukva, hogy az a lény, aki ugye tanulja az életet, az ne hibázzon, és ne etikátlankodjon. Sőt, ugye az emberi elme úgy működik, na most akkor nézzük egy kicsit, mert ugye vannak olyan emberek, akik beszélnek a testről, a test működéséről, vannak olyan tanítók. Vannak olyan tanítók, akik a lélek működéséről beszélnek. Vagy lehet, hogy mind a kettőről is. De még nem hallottam olyan tanítót, magamon kívül, amely az elme működéséről beszélt volna. Pedig képzeljétek el, az embernek nem a teste a probléma, nem is a lelke a probléma, hanem az elméje a probléma. Kezded el? És magáról az elméről és az elme működéséről, tehát az emberi elme működéséről tudnak az emberek a legkevesebbet. A legtöbb ember gyakorlatilag semmit nem tud erről. Tehát azt, hogy az emberben van egy lélek, az sok ember elhiszi, és vagy tudja, hogy tényleg van így. Ugye a testünket mindenki látja, ezért az, hogy van testünk, ezt mindenki tudja, hogy így van, mert meggyőződött róla. Bár a legtöbb ember ugye még a saját lelkének a működéséről sem győződött meg, de hát ugye mégis annak ellenére az emberek tudják, hogy van lelkük. Vagy legalábbis reméljük, hogy tudják. De azt, hogy hogyan működik az elméjük, az halvány lila dunsztja nincs az embereknek. És mondom, a legnagyobb problémánk nem a lelkünk, nem a testünk, hanem az elménk. Ugyanis az azt jelenti, hogy az elménknek van egy olyan része, amit az emberek gyakorlatilag nem tudnak kontrollálni. És ez a kontrollatlan elmerész olyan dolgokat generál az embereknél, hogy bárkivel beszélnék, akinek bármilyen problémája van, vissza tudnám vezetni a helytelen elme működéshez.
és ahhoz, hogy az illető nem ismeri a saját elméjének a működését, és nem tud rá ezáltal hatást gyakorolni a saját elméjére. Tehát mondom még egyszer, hogyha bárkivel, akinek problémája van a bolygón, a bolygón bárkinek problémája van, beszélnék vele, ki tudnám deríteni, hogy az elméjéből fakadó probléma van, ami azt jelenti, hogy az a helytelen működésű elméjével hozta létre a problémáját. Oké? Sőt, ha valakinek egy másik ember létrehoz egy problémát, mert ilyenek is vannak, akkor is vissza lehet vezetni arra, hogyha helyesen működik az illetőnek az elméje, akkor azon a más által létrehozott problémán nem problémázik. Nem tudom, elég világos voltam-e. Na most az ember azért problémázik egy más által létrehozott problémán, mert az elméjét nem tudja kontrollálni. Na most hogyan működik az elme? Nem fogom itt a díjmentes részben elmondani. Ami azt jelenti, hogy hát szerintem az elme működéséről ma a bolygón hát az egyik legtöbb tudásom van. Ami azt jelenti, hogy biztos, hogy benne vagyok mondjuk az első ötben. Oké? Aki a legtöbbet tud az elme működéséről. Nem kell ezt elhinni, de akik mostanában láttak egy beszélgetést tőlem múlt szombaton, vagy múlt szombat óta, azért lehet, hogy látták azt, hogy nem átlagos képességeim vannak. Szóval a lényeg az, hogy ugye van egy olyan képességem is, hogy tudom én, mondjuk valaki valamilyen problémával fordul hozzám, és megkérdezem az okát, annak ellenére mondjuk, hogy nem is tudom azt, hogy arra a megoldást, és akkor megkapom az okot, és megkapom a megoldást is fentről. Na mindegy, de ez egy dolog, nem kell ezt se elhinni. Szóval a lényeg az, hogy mondom, nézd meg azt a, igaz, hogy majdnem 6 óra az egész, ami ugye szombaton történt, fönn van az oldalunkon is most már, illetve nem az oldalunkon, hanem a YouTube-on, a YouTube-unkon, és akkor tessék megnézni. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és van egy leginkább olyan részed, ami a legjobban befolyásol téged és a működésedet, és mindenre kihat, kihatad a lelkedre, és kihat a testedre, ez az elméd, és mégsem ismered annak a működését, ha csak nem tanulsz itt már egy jó ideje. De ha az ember még ezt tanulja, és már ismeri valamilyen szinten az elméjének a működését, akkor is van egy gond. Tudod micsoda? Az elnyomás. Az a gond. Ugyanis, ha kapsz egy elnyomást, és egész jól ismered az elmédnek a működését, hirtelen az elnyomás hatására elfelejted azt a tudást, amit használhatnál. Ez megint elme kérdés. És ezáltal az ember hajlamos arra, hogy ostobaságot csináljon elnyomás alatt, az elnyomás hatása idején. Tehát egy olyan társadalomban vagyunk, ahol nem elég az, hogy tanulj.
minél jobban el kell magad majd a jövőben szeparálnod az olyan emberektől, akik vagy elnyomók, vagy közvetítik az elnyomást. Tehát a közvetítik az elnyomást azt jelenti, hogy őt elnyomják, és továbbadja neked. Tehát van egy óriási probléma. Az, hogyha te bárhol dolgozol munkahelyen, vagy akár vállalkozó vagy, és alkalmazottakat működtetsz, ha nincs meg az a tudásod, hogy hogyan szűrt ki a szociális személyeket, és hogyan szűrt ki az elnyomókat, a szociális személyek, minden, tehát az emberiség 80%-a, az elnyomók meg az emberiség 20%-a, akkor az azt jelenti, hogy mindenütt lépten nyomon fogsz találkozni elnyomással. Ha nem tanulod meg, hogy hogy kell kezelni az elnyomást, akkor tudod, mi lesz? Az elnyomás hatása alá kerülsz, és olyan, mintha nem is tanulnál semmit addig, míg az elnyomás hatása alatt állsz. Tehát erre két jó módszer van. Nem fogom elmondani, hogy hogy jutsz el a módszer végére, csak a végeredményt mondom el. Az egyik az, hogy ne hasson rád az elnyomás, mindig jó állapotban kell lenned. Úgyse tudod megcsinálni. Na, tudom, hogy nem. Tehát ezt gyakorolni kell, és hát ezt a tanulmányaink során tanuljuk, és lehet gyakorolni, de ugye, ha mindig rendszeresen olyan közösségben vagy, vagy munkahelyen, vagy akárhol, ahol elnyomás ér, tehát még az se kell, hogy elnyomóktól éljen közvetlenül az elnyomás, elég, hogyha valaki kap elnyomást, és az közvetíti feléd. Ugye az imént már ezt említettem. Akkor gyakorlatilag tudod, mi lesz? Tanulsz, és visszaesel. Tanulsz, és visszaesel. Tanulsz, és visszaesel. És mindig akkor esel vissza, amikor az elnyomás hatása alatt állsz. Hát a legtöbb ember megnézed, kifejezetten keresi az elnyomást. Nem vicc. Komolyan. Nézik az elnyomó híreket. Érted? Tehát a hírek tele vannak elnyomással. Onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy kap egy elnyomást a médiából, egy elnyomó hírt, abban a pillanatban már is az illető képtelen alkalmazni a tudását. Oké? És addig, míg az elnyomás gondolatai ott vannak a fejében, addig nem képes a tudást hasznosítani. Érted? Tehát valaki mondjuk egy hírt hall, egy elnyomó hírt, és utána mondjuk foglalkozik azzal gondolatban mondjuk 24 órát, csak most mondtam valamennyit, addig, míg ez a gondolat ott van a fejében, ő képtelen a tudást használni. Világos ez? Most gondold végig, akkor mennyire lenne fontos, hogy az ember ismeretet szerezzen a saját elméjéről. Tehát ugye én tanultam ilyen dolgokat, a test, a lélek és az elme működését, de annak a tudásnak a jó részét, amivel most rendelkezek, azt megéltem, egy,
vagy megkaptam a fentiektől. Tehát ami azt jelenti, hogy sok olyan téma van, aminek a tudása, amit én tanultam, az elenyésző része annak, amit most tudok avval kapcsolatban. De nekem volt egy szerencsés helyzetem. Az, hogy én 29 éve tanítok embereket, felnőtteket. 29 éve. És ilyen típusú tanításokat pedig 2000 óta kezdtem el művelni. És 98 óta kezdtem el ilyeneket tanulni. Tehát ez azt jelenti, hogy régóta foglalkozom ilyen dolgokkal, és szó szerint értsd, imádom ezt a témát. Szó szerint. Tehát az, hogy hogy működik az élet, hogy működik az ember, soha életben nem találkoztam olyan dologgal, ami érdekesebb lenne. Soha. És ezáltal, ugye, mivel engem ez a téma nagyon érdekel, hát én nekem ez nem munka, ezekkel foglalkozni, ezekkel a dolgokkal. Tehát most gondoljátok végig, visszatérve az elejére, hogy fogalmam nincs, miért tanítanak bizonyos oktatók. Én azért tanítok embereket arra, amire tanítok, mert bevállaltam azt, hogy ezen a bolygón elnyomásmentes társadalmi forma legyen, amit úgy hívnak, hogy aranykor. És ezt meg kell csinálni, mert azt is mondták nekem, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz aranykor. Erről beszéltem ugye az elmúlt két alkalommal, hogy az emberek fordítva ülnek a lovon. Tehát azt hiszik az emberek, hogy a bolygó és az emberiség az két külön dolog, mármint a mi bolygónk, a Föld nevezetű dolog. Tehát a Föld nem, a Föld, ez két külön dolog. Tehát azt hiszik, hogy itt volt a Föld, és ide telepítették az embereket. A legtöbb embernek fogalma nincs, hogy miért telepítették ide. Fogalma nincs. Pedig holt egyszerű a dolog. Ezt a bolygót az emberiségnek hozták létre. Tehát ez a bolygó nem lenne, ha nem lenne emberiség. Oké? Tehát maga a bolygó az a kísérleti, hogy hívják? Mit szokták mondani? Nem? Tehát mikor kísérleteznek? Labor, igen, kísérleti laboratórium, na ezt a szót kerestem, így van. Maga a bolygó egy kísérleti laboratórium. Ez olyan, mint mikor egy kísérleti laboratóriumot létrehoznak azért, hogy ott egy bizonyos kísérletet végigcsináljanak. Vagy akár többet is. Tehát ezt a bolygót kísérleti laboratóriumként hozták létre, az emberiség véget, a lelkek fejlesztésére hozták létre. Csak itt van egy dolog ezzel kapcsolatban, hogy mivel szabad akaratod van, ezáltal magad választod meg, az életedben,
mindig abban az életedben, amin itt vagy a bolygón, éppen te saját magad választod meg a fejlődési utadat. Érted? Ami azt jelenti, hogy egy adott életben fejlődhetsz jobban, fejlődhetsz kevésbé, vagy egyáltalán nem. De azt tudnod kellene, hogy azért hozták létre ezt a kísérleti laboratóriumot az emberiség számára, hogy az emberi lélek visszatérhessen abba a létformába, amiből jött. És ez a létforma, ez egy angyali vagy isteni létforma. A legtöbb lélek számára angyali létforma. Az azt jelenti, hogy azért csinálták ezt a kísérleti laboratóriumot, hogy ne forduljon még egyszer elő olyan dolog, mint ami Lucifer esetében és a csapata esetében történt, hogy Lucifer és csapata szembefordult a teremtővel. Oké? Azért történt az, hogy tiszta és világos legyen, azért tudott szembefordulni a teremtővel, mert Lucifer és csapatának a fejlődésén nem volt kontroll. Az emberiség itt van ezen a bolygón, mi a kontroll? Az a kontroll, hogy addig nem kerülsz ki innen erről a bolygóról, mint fejlett lélek, ameddig nem leszel fejlett lélek. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy leéled az életedet, és ha nem jutsz egy olyan fejlettségi szintre, hogy alkalmas legyen a lelked működése egy magasabb szintű létformára, akkor bekerülsz egy létközi állapotba, majd a létközi állapot befejezése után visszakerülsz ide a bolygóra. Bár ez most már nem teljesen így van, ez a múltra vonatkozik, hogy visszakerültél erre a bolygóra. Azért nem, a jövőben azért nem történik ez így, mert ezen a bolygón akármekkora létszámmal aranykornak kell lennie. Ezáltal létrehoztak egy másik kísérleti laboratóriumot, egy másik bolygót az univerzum szélén. Általában egy kísérleti laboratórium az úgy működik, csak hogy világos legyen, nem ott helyezik el a kísérleti laboratóriumot, ahol nagy kárt tud okozni. Mert ha esetleg valami gázt csinálnak a kutatók, és fölrobban az egész, akkor nagy gáz ne legyen. Érted? Ezáltal ugye mivel az univerzum kiépült, mikor ezt a bolygót létrehozták, ez az univerzum széle volt, mivel kiépült az univerzum, ezért maga a Föld már közelebb van jóval a központhoz, mint az univerzum széléhez. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most a bolygó rezgése, hát az útba van a fentieknek. És azért gond a bolygó rezgése, mert az emberek határozzák meg a bolygó rezgését azáltal, hogy az emberek rezgése milyen. Ha az emberek rezgése alacsony, rossz, akkor a bolygó rezgése is alacsony, mondhatjuk azt, hogy rossz. Világos ez? Tehát most gondold végig, vannak olyan bolygók a világegyetemben, ahol egy lélek van, mondom egy, és azáltal, hogy az rendben van, rezgésileg az a lélek, ezáltal a bolygó rezgése is rendben van. Világos voltam? De azért tegyük hozzá, hogy
egy emberi lélek születésénél fogva borsónyi, az meg körülbelül akkora, mint mondjuk egy kisebb helikopter. Tehát akkor gondold végig, hogy egy kisebb helikopterbe hány borsót tudnál elhelyezni. Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, hogy egy lélek önmagában képes arra, hogy növelje saját magát, és akár meghatározó legyen arra a bolygóra nézve. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden használható tudással növeled a lelked méretét. Érted? Tehát, hogyha már tanultál, és van valami ember és életismereted, akkor már a lelked nem borsónyi. Oké? Okay? Már lehet, hogy golflabdányi. Hát de abba is belefér egy pár borsó. Oké? Okay? Vagy lehet, hogy már teniszlabdányi. Érted? Abba meg még több borsó belefér. Tehát itt ezt át kellene látnod, hogy van egy kísérleti telep, ugye, kísérleti laboratórium, amit létrehoztak a lelkek fejlesztésére. De a lelkeknek maguknak kell eldönteni azt, hogy fejlődnek vagy nem fejlődnek. Ha nem fejlődnek, marad tovább a reinkarnációs folyamat, csak egy másik, az univerzum szélén levő kísérleti laborba, ami nem olyan társadalmi szinten van, mint ahol most vagyunk, mert azt a társadalmi szintet, amin vagyunk, sok ezer év alatt hoztuk létre. Ami azt jelenti, hogy az emberiség hozta létre a jelenlegi fejlettségét ugye az anyagnak. Ami azt jelenti, hogy ott az anyag totál kezdetleges formában van, jelen. Érted? És mivel egy lélek úgy születik be egy testbe, hogy előtte kitörlik a tudását annak a léleknek, ezáltal nem emlékszik az előző életi tudásra. És hiába volt vagy valami nagy fenomén tudor az előző életében, következő életében nem emlékszik arra a tudásra. Ami azt jelenti, hogy hiába tudott mondjuk házat építeni, ha újra születik, elveszti ezt a tudását. Azt örül, hogyha bevonul egy barlangba és nem fagy meg. Érted? Szóval azon a bolygón nem lesz mobiltelefon, Facebook se. Nem lesznek ilyen. Tehát lehet választani, hogy vagy be akarsz kerülni az aranykorba, vagy nem kerülhetsz be az aranykorba. És akkor mi lesz? Nézzük. Tehát 2035-ig van ez a kiválasztódás, ami azt jelenti, hogy 2035 re ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Kell. És aki nem választja azt, hogy aranykor, azt előtte kivonják az élők sorából. Tehát jó, ha tudjuk, hogy a fentiek az élet és halál urai. Jó? Te nem születtél volna le, ha a fentiek nem akarták volna, hogy leszüles. Világos ez? Ha valaki meghal, három dolog véget tud meghalni. Vagy a fentiek kivonják a forgalomból,
vagy öngyilkos lesz, vagy önpusztító életet él, és automatikusan a szervezete feladja. Világos ez? Ez a három haláleset van. Nincs negyedik, nincs ötödik. Ha valaki hirtelen halálban hal meg mondjuk balesetben, ezt a fentiek kivonták a forgalomból. Összehozták azt, hogy legyen baleset, és az illető meghaljon. Világos ez? Itt a Földön vannak olyan lelkek, akik angyali minőségben vannak itt. Ők nem emberek, ők angyalok. És ők szervezik szépen a háttérben a történéseket, hogy az emberekkel megtörténjenek azok, amit szeretnének, hogy megtörténjenek. Nem az ember szeretné, hogy megtörténjen, hanem ők szeretnék, hogy megtörténjen. Világos ez? De természetesen, mivel szabad akarat van, ezért ugye két esetben, hát szabad akarat a halál, az egyik az öngyilkosság, másik az önpusztítás, mint ahogy az imént említettem. De ha nincs önpusztítás, és nincs öngyilkosság, akkor van egy természetes módon történő halál. Az azt jelenti, hogy a fentiek intézkednek róla, hogy az illető meddig éljen. Tehát van-e értelme az életének, vagy nincs? Az a legfőbb probléma itt az élet értelmével, hogy az emberek rosszul értékelik az élet értelmét. Tehát az emberek úgy értékelik az élet értelmét, hogy az élet értelme az, hogy minél több anyagi javakra tegyél szert. Az emberek így értelmezik. Ha nem hiszed, néz körül. Azt hiszik, hogy az életnek az az értelme, hogyha minél több anyagi javam van, akkor minél több dolgot megtehetek. És minél több dolgot megtehetek, annál boldogabb vagyok. Ezt gondolják az emberek. És ennek ellenére azt látod, hogy mondjuk a jómódúak vagy a gazdagok boldogok? Nem. Nem. Mert nem ez az élet értelme. Van, akik úgy gondolják, hogy mivel esetleg olyan családba vagy olyan körülmények közé születtek, hogy nem nagyon tudnak anyagi javakat gyűjteni, akkor nekik az az életcél, hogy minél több gyereket nemzenek. Régen ez így működött, ha megnézed. Nem a gazdagoknak volt sok gyereke, hanem a szegényeknek. Érted? A gazdagoknak sose volt sok gyerekük. Mindig persze ritka kivétel volt, mindig a szegényeknek volt sok gyerekük. Na, azt gondolták, hogy az az élet értelme, hogy minél több gyereket csináljunk. Oké? Nem ez az élet értelme. És gondold végig, itt van 8,5 milliárd ember, és a nagy részének, mondhatom azt, hogy a 90-valahány százalékának fogalma sincs arról, hogy mi az életének az értelme. Fogalma sincs. Például valaki mondjuk nagyon jó kutató képességekkel rendelkezik, és kutatóként működik, és kikutat dolgokat, érted? A találmányokban vesz részt, stb. Stb. Most gondold végig, a legtöbb találmánnyal találkoznak az emberek. Soha nem találkoznak a legtöbb találmánnyal. Érted? Tehát sokkal több találmány van, mint amiről tudunk. Érted? Ráadásul azoknak a találmányoknak, amiről tudunk, azoknak egy jó része. A jó részét használjuk? Nem. Tehát a találmányoknak egy kis részét használjuk. Tehát magyarul egy kutató, aki részt vesz találmányok kikísérletezésében,
keretezésében, gondold végig, hogy nem az emberekért, az emberiségért csinálja. Mert a tanálmányainak nagy részéről az emberiségnek halvány lila dúsztja nem lesz. Érted? És ha megkérdeznél egy ilyen kutatót, biztos azt mondaná, hogy ő azért csinálja ezt, hogy az emberiségért. Hát az emberiségért csinál valamit az ember, akkor az az emberiségért, emberiségért van, nem? Tehát az emberekért van. Akkor oda kell adni az embereknek, nem? Például a tudást oda kell adni az embereknek. Tehát lényeg az, hogy itt van ez a dátum, 2035, amire aranykor lenne. Aranykornak kellene lennie. Lesz is. Egy kérdés van. Mennyi fővel? És ugye az a másik kérdés, hogy akik haladnak az aranykor felé, és a környezetükben lévők meg majd halnak el, hogy viselik el azt a sok halálesetet? Ez a másik kérdés. Oké? Elég, tehát elég információm van arról, hogy hogyan fog működni ez a jövőben. Aminek egy részét átadhatom, egy részét nem. Egyelőre. Szóval a lényeg az, hogy már meg kellett volna csinálni az aranykort 2012. december 22-vel. Ahhoz képest még most sincs megcsinálva. Azért, mert sok a jó ember, és nem akarták azt csinálni, hogy a sok jó emberre rárobbantsák a bolygót, és utána kihorgásszák őket, mint amire itt a naprendszerünkben is már volt példa, hanem adtak még 2035-ig lehetőséget, hogy addig fejleszd magadat, és bejuthass az aranykorba. És tudod, az a gond ezzel, hogy a tapasztalatom azt mutatják, meg ezt mondták is a fentiek is, hogy hát a legtöbb embernek bizony kell 9 év a tudáshoz. 9 év. És ugye a tudás az nem csak egy elmélet. A tudást át kell vinni a gyakorlatba. És mindig az a kérdés, hogy át tudod-e vinni a tudást a gyakorlatba. Tehát, hogy kiken fogsz gyakorolni? Mindig ez a kérdés. Tehát én saját magam is megtapasztaltam azt, hogy mivel tudok kiken gyakorolni, sokkal magasabb szintre tudtam fejleszteni a tudásomat, mintha nem gyakorolnék. Tudjátok, az a helyzet, hogy én azt is megtapasztaltam, hogy dolgoztam olyan képességű emberekkel, akik például kiváló előadók voltak. És tudod, miből tartottak előadást? Amit megtanultak a könyvekből. Érted? Tehát gyakorlatilag saját gondolataik nem is voltak nekik. Érted? Miért? Mert nem volt kiken gyakorolni. Érted? Hát az ember, ha nem tud gyakorolni, hát nem sokat fejlődik. Miért? Mert tanulsz, főleg ha sok mindent kell tanulni. Hát éppen amit tanulsz,
lehet, hogy azt fogod tudni, de amit mondjuk 3 évvel ezelőtt tanultam, már rég elfelejtetted. Érted? De ha gyakorolnál, lenne ki kell gyakorolni, akkor föl kellene frissíteni azt a tudást, ami esetleg már kezdett így ellaposodni. És most gondold végig, hogy hol van olyan lehetőség, hogy kapsz gyakorlási terepet. De nem úgy kapsz, hogy csak úgy ajándékba. Azért a gyakorlási terepért meg kell dolgoznod. Érted? Tehát ajándékban nem kapsz gyakorlási terepet. Hát meg kell érte dolgozni. Létre kell hozni egy csapatot. Nem muszáj, csak akkor nem fogsz tudni kinkább gyakorolni. Érted? Tehát nekem van 91-től 31 éve saját szervezésű csapatom. Érted? 31 éve foglalkozok emberek szervezésével. Elég jól tudom, hogy ez hogy működik. Nem egy ördöngösség, és szerintem a világon egyik legjobb dolog emberekkel foglalkozni, annak ellenére, hogy az emberek nem ezt gondolják. Érted? Mert tudod, mi a helyzet? Hogy te válogathatod azt, hogy normális emberekkel foglalkozz, vagy hülyékkel, érted? És tudod, az a baj, hogy például amikor egy munkahelyen egy főnök foglalkozik a beosztottjaival, ő nem válogathatta meg, hogy hülyékkel foglalkozzon, vagy normálisokkal. Érted? És ő neki kénytelen a hülyékkel is foglalkozni. Na most ez nem, ne úgy gondolt, hogy most én az embereket leértékelem, mert ebből te most azt gondolod, na Miklós ma megint leértékeli az embereket. Miért te még nem találkoztál hülyékkel? Akkor hol élsz? Akkor te nem ezen a bolygón élsz. Oké? Akkor te valami külön, mit tudom én, burokba vagy én, nem, vagy nem tudom. Sőt, mondhatnánk azt, hogy bocs, hogy ezt kell mondanom. Az elmúlt két és fél évben kiderült, hogy több a hülye, mint az értelmes. Érted? És ez nem csak Magyarországon, a világ nagy részén, érted? És ez nem leértékelés, ha te ezt nem látod, akkor te vak vagy. Érted? Tehát csak egyetlen egy dolgot mondok, jó? Egyetlen egy. Hogy engedhetsz be a saját testedbe olyan dolgot, ráadásul úgy, hogy nem megy át az emésztőrendszereden. Tehát magyarul, mert ha az emésztőrendszereden keresztül bemegy olyan anyag, ami nem jó a szervezetednek, azért azt valamilyen szinten az emésztőrendszeret kiválasztja. De az emberek milliói, tízmilliói beadattak közvetlenül a vérükbe olyan dolgot, amiről fogalmuk nem volt, hogy az mi. Ha ez nem emberi hülyeség, akkor mi a lotus pictus? Gondold végig. És ha te beadsz valamit a véredbe, azonnal nem jön ki. Érted? Ez olyan, mintha egy drogot nem szájon keresztül szed be az ember, hanem intravénásan beadják, érted? Beadják ide. Ki nem szeded onnan? Ezt ki nem szeded? Gondold végig. Ha ez nem hülyeség, akkor ez micsoda? Érted? Legjobb esetben tudatlanság. De
A hülye meg a tudatlan közt nem sok különbség van, ha megnézed. Annyi, hogy a hülye az rövidebb, tudod. Tudatlan meg hosszabb. Ennyi. Jó, tehát erre lehetne mondani, ha hülyeség fájna, akkor mit csinálnának az emberek? Ordítanánk, és ordítozó embereket látnánk az utcán tömegesen, érted? Még az a jó, hogy a hülyeség nem fáj, tudod. Szóval, itt vagyunk, akik meg tudják csinálni az aranykort, csak ez egy baj van. A bolygón netántán nem lenne aranykor, akkor ezt a kísérleti laboratóriumot fölrobbantják. Érted? Ez a baj ezzel. Oké? Nem csak fogják és elzavarják az ott dolgozókat. Oké? Ennek megvan az oka, hogy miért. Nézz utána a videóimban. Jó? Hogy miért. Jó, hát volt, persze, a Marduk nevezetű bolygóval csináltak már ilyet, ha nem hinnéd, hogy van ilyen. Az a Mars után, és a Mars és a Jupiter közötti bolygóról beszélek. Érted? Ott van, amit most úgy hívnak, hogy kis bolygóvezet. Az egy szétrobbantott bolygó volt. Jó? Tehát már csináltak ilyet a naprendszerben, tehát nem ez nem egy egyedi eset lenne. Tehát ha megnézed az ilyen ókori rajzokon, ilyen, tehát olyan rajzokon, amit így belevéstek a kövekbe, ott egyel több bolygó van. Oké? Tehát pár ezer évvel ezelőtt még egyel több bolygó volt a naprendszerben. És pont a Mars és a Jupiter között volt ez a bolygó. Úgyhogy ez a Föld ilyen formában, ahogy most van, ezzel a rezgéssel, az emberiség jelenlegi rezgésével útba van itt a naprendszerben, de hát nem a naprendszert kell nézni, hanem az univerzumunkat. Világos ez? Ez a baj ezzel. Jó, úgyhogy gondolkozz, gondolkozz, de elsősorban azon kell gondolkodnod, hogy törekedned kellene ahhoz, hogy minél inkább elszakadj az elnyomóitól. Hogy el tudjál szakadni az elnyomóitól, most van egy ilyen képzésünk. Ennek a második hónapjánál tartunk, hogy ezt hogy teheted meg. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a ismétes fantasztikus első részt. És jól megfogalmaztam. Kicsit a hatása alá kerültem a témának, és ahogy elmondta. Egyszerűen azt tudom mondani mindenkinek, aki hallgat minket, hogy próbálja ki. Szem és fültanúi lehettünk megint, ugye felhozzuk a szombatot, hogy Szedlacsik Miklóst meghívták vendégségbe, és hogy sokan meggyőződtetek arról, hogy amit gondoltak Szedlacsik Miklósról, az nem igazán úgy van. Remélem ezt majd egyre többen fogják így észrevenni. Mi ezt már úgy 7 éve tapasztaljuk ennek a jótékony hatását. Valami óriási dolog, hogy előre lehet tudni, hogy miből mi lesz. A tanítások alapján megtanulja az ember, hogyan bánjon a párjával, a földi dolgokkal, mi lesz majd később. Avval is teljesen tisztában vagyok, hogy amikor a Szedlacsik Miklós kellemes dolgokról beszél, akkor hű, de jó tanító. És amiről mások nem mernek beszélni, elmondja, hogy mi lesz ebből a bolygóból, vagy mennyien fognak elpusztulni, akkor már nem is olyan jó. És biztos, hogy nem igaz, meg hülyeségeket beszél, és mit képzel. Na, ebben csak egy probléma van, hogy mi 7 éve figyeljük a Szedlacsik Miklóst, és megmondom nektek őszintén, hogy az első pár hónapban mindig kerestem a hibát. Hogy hibázzon. Az ember ilyen, így van összerakva, olyan hülyén. Nem volt hiba. Sőt, az életünkbe elkezdtük használni az egyszerű megoldásokat, amiket Szedlacsik Miklós ad, és mind működött. Tehát azt lehet mondani, hogy nem is azért csináljuk
azért is csináljuk, hogy mindenkinek jó legyen, de hát nem kellemes úgy élni, hogy nagy százalékba sikerülnek a dolgaink? Neked nem lenne jó, te aki hallgatsz engem felvételről élőbe, neked nem lenne jó? És itt nem arról van szó, hogy báványozzuk a Szedlacsik Miklós, semmi erről nincs szó. Egyszerűen szeretnék normálisan élni. És a mai világban evel a tudással lehet normálisan élni. Ez így van. Én is köszönöm Miklósnak ezt a fantasztikus előadást, és mindig bebizonyosodik egyébként, és ezt már azt tudom mondani, hogy ez így is van, hogy legjobb helyen vagyok, mert most itt, ahogy hallgattam a előadást, fantasztikus úgy élni, és olyan tanítást kapni, olyan tudást, amivel mi már tudjuk, hogy mit tegyünk. Én most ezt arra értem például, hogy most jött itt ez a COVID-helyzet. Mi már ezt előre tudtuk, és a Miklós felkészített minket, hogy mit és hogy tegyünk. Tehát minket ez már azt tudjuk mondani, hogy nem várt minket váratlanul, mert tehát mi már fent volt, fel voltunk úgymond készülve lelkileg, mind energiában, és mindig felkészít minket, hogy ami következik, tehát mindig előrébb járunk a dolgokban. És ez tényleg mai világban ennél fontosabb nincsen. Vagy például a szervezetünk egyébként egy vallás és politikai mentes, tehát a Miklósnak nincsen semmilyen háttértámogatója van ezt a szervezetet, Miklós hozta létre, ő alapította, és ebben ő van. Szerintem ez is nagyon fontos dolog. De ettől függetlenül várunk bárkit, aki bármilyen szervezetben már tanult, vagy bármilyen vallása van, itt nincs megkülönböztetés. Így van, így van. És itt tényleg rengeteg, számomra ez is nagyon fontos, és talán ebből is tudunk előrébb jutni, hogy rengeteg felismerés, mert a felismerés által fogunk tudni változni, változtatni. És akkor megkapod a felismerést, nem mindegy, hogy abban mit kezd el. Tehát van rá megoldásod, hogy ezt a felismerést hogy old meg, vagy rágódunk rajta, vagy ugyanúgy benne dagonyázunk. És itt mindenre megkapjuk a választ, a tudást. Akkor még talán arról beszéljünk, hogy mennyibe kerülnek a képzéseink. Első hónap 19.700 forint, az óránként 660 forintra jön ki. Második hónaptól 9.800 forint, ami óránként 330 forintra jön ki. Ennyiért a mai világban semmit nem fogsz kapni. Ezért 30 óra tudást kapsz havonta, plusz eljöhetsz egy szemináriumra, aminek már nincs külön anyagi vonzata. Bekerülhetsz egy csapatba, beszélgethetsz a vezetőiddel, választhatsz magadnak vezetőt. Már rengetegen vagyunk fönt ugye a Facebookon is. Bárki, aki szimpatikus, fel tud venni vele a kapcsolatot. Tudod nézni élőben a felvételt a weboldalunkról. El tudsz jönni Budapestre az irodába, élőben nézni az előadást, felvételről tudod nézni, le tudod tölteni, jegyzetet kapsz hozzá, mindent. Tessék. Mindent, igen. Ja, ezt akartam elmondani. Úgyhogy ne sokat gondolkozzatok, gyertek és próbáljátok ki. Még valami? Elmondtunk mindent. Akkor most ugye 30 perc szünet fog következni, azután kezdődik ugye egyik király témánk, az elnyomás feloldó coach. Tehát, hogy hallgattam az előadást, az is jött belém, hogy erre még nem is gondoltam, így pedig már harmadjára hallgatjuk az elnyomás feloldó coachot, hál' Istennek, és még nem tudom megunni, hogy ez az egyik kulcsa aranykorhoz. Hát ha nincs elnyomás, akkor nincs rossz hangulat. Emelkedik a társadalom hangulata. Ez így még nem is volt bennem eddig. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük. 30 perc szünet, és folytatjuk tovább.